mindenkinek tehát még egyszer, és nézzétek, milyen gyönyörű szép babakék autót hoztam nektek, azonban ez a kis babakék autó pontosan olyan, mint az amerikai filmekben a babaarcú gyilkos, ne higgyetek a színének, és ha Hyundai, akkor Dönci, hol vagy? Sziasztok! Dönci képbe került. Sziasztok! Dönci elkísért minket, ezt az autót segítsen nekem egy kicsit felképezni, megbeszélni, megmutatni. Készül az autós mozi, Gilbertot láthatjátok a háttérben, és ő az i30N, amely a Hyundai első olyan kompakt, sportos próbálkozása, amivel a GTI szegmensre rúgja rá az ajtót, és hogyha a Hyundai Kia csoportról már szó esik, akkor ne felejtsük, hogy a Stingerrel már megcsinálták ezt, ott egyel nagyobb szegmensre rúgták rá az ajtót, most pedig ezzel az autóval kopogtattak be. Dönci úr, gyere kicsit közelebb, kérlek szépen, miközben körbeálljuk az autót. Hogy van ez a Hyundai-nál, egy új almárka, ez az N? Így van a Hyundai-nál ez a sportmárka neve az N, és azért N, mert egyrészt Namyangban, Dél-Koreában van a Hyundai-nak a központi fejlesztő központja. Tehát ez a város neve, mint Namyang? Nem, ez maga a fejlesztő központnak a neve, egyébként azt hiszem Hwasongnak hívják ezt a települést vagy várost, ahol van. Aha. Helyileg, de a másik értelme az N betűnek, az a németországi Nürburgring, ahol a Hyundai-nak egy tesztközpontja működik. Aha. És ott fejlesztik ezeket a nagy teljesítményű modelleket. Gyakorlatilag a Hyundai-nak saját bejárata van a Nürburgringi versenypályára. Szóval az N az több szempontból több, is. Több szempontból. Meg. A harmadik szempontot ne lőd le, azt majd én az autós moziba fogom lelőni. Ben. És közben rögtön Tibi, aki egy ilyen veterán követőnk és kommentelőnk, és szeretettel látjuk őt mindig ezen az oldalon, megkérdezte, hogy mik az első benyomásaink, mert hogy szerint elég megosztóak voltak az autó kapcsán az internetes vélemények, vagy hírek, vagy cikkek. Hát nyilván Dönci elfogult. Nyilván. Még mielőtt elmondom benyomásomat, egy picit még foglaljuk össze. Tehát ebből az autóból kétféle teljesítményszintű létezik. Van a 250 lóerős, mondjuk azt, hogy alapmodell. Ugye ez a GTI Golfra erősen belőtt autó, azt érezzük. Szóval a 250 lóerős alapmodell, de ez a performance csomagos, ez 275 lovas, 350 Nm-es, ugye Dönci, jól mondom? 353 pontosan. Jó, 353 Nm-es. Kerekítsünk. Így van, és nagyon erősen az autó a Golf GTI-re van szerintem állítva, ami egy jó pozíció. A Gilberto elviszi. Akkor ami az első benyomásokat, vagy nem is az első, mert azért nálam van egy pár napja, benyomásokat érinti. Ez egy kicsit olyan, mint a bárány bőrbe bújt farkas, azaz sokkal kevésbé jön le róla az a fajta játékosság, ami ránézésre nincs meg benne, az megtalálható a gépészetében. Viszont abban igazán van, vagy abban egyetértek minden megosztó tesztelővel, hogy nagyon kétarcú az autó, ugyanis de szerintem nyilván ez szándékos volt, meghagyták a játékos részét, ez azt jelenti, hogy hirtelen és nagyon erősen jön meg az erő, és egyenesben is, de hát pici kormányszögnél meg pláne, egész egyszerűen kitépi a kezedből a kormányt, és össze-vissza megy az eleje, és ez bizony nagyon bizonytalan érzést tud szülni abban, akire nincs felkészülve. Ilyet mondjuk nem csinál egy Civic Type-R, vagy nem csinál egy Golf, sőt, nem csinál ilyet az autók, a hot hatchek többsége sem, de ez egy karakter, erre figyelni kell, amikor szépen beteszed az autópálya felhajtóba, és nagy ívben, tartott gázzal, akár szűkülő kanyarban mész, akkor viszont végtelen stabil. Tehát a kétarcúsága megvan, a kétarcúsága ez a játékos, csibészkedős irányban megy el. Nekem mindig a Civic Type-R jutott az eszembe, amikor ezzel az autóval jöttem-mentem, és a Civic Type-R kapcsán azt tudom mondani nektek, hogy a Civic Type-R-től teljesen különböző a karaktere, 3 millió forint választja el őket, tehát nem kevés. Ez az autó mennyibe kerül, Dönci?
az alapkivitel a 250 lóerős az 8 millió, ez a performance csomagos pedig 8 millió 750. 8 millió 750, szóval a Typer az meg 11,5 volt, tehát összehasonlíthatatlan mondjuk egy Typerrel, ami megingathatatlan, brutális, sokkal erősebb és sokkal, de sokkal harsogóbb. Ez az autó viszont a hangulatával nagyon jó. A kipufogó rotyogásával, a prüszköléssel, a jók a karakterisztikák, amiket be lehet állítani rajta. És mondom, ha valaki nincs rá felkészülve, azt meglepheti az, hogy az első futómű nem mindig áll a helyzet magaslatán. Tehát nagy gázra a nyomatékátvitel nem olyan szerencsés, mint a konkurenseknél, de én azt gondolom, hogy ez szándékos. És ez egy izgalmas karakter, ez egy csibészes karaktert ad az autónak, közben Gilberto forgat, így néz ki belül. A kormányt akarom majd nektek megmutatni, ott van egy izgalom, van rajta a kormányon két kék gombok. Az mit csinál? A baloldalival lehet az üzemmódokat választani, hogy Eco, nyilván így nem használja az ember. Eco-ba én nem tettem be, így van. Mondjuk csak én. Igen. Én azért spoltam. Fogyasztás fétis lesz. Igen. Nyilván. Van egy normál állapot, és van egy sport. De sokkal izgalmasabb a másik gomb, a jobb oldali. Van egy külön gomb, mindjárt megmutatom nektek. Az pedig egy kockás zászlót mintázó jellel van ellátva. Csak Gilberto mester éppen dolgozik. Autós mozit forgat. Bocsi! Igen, mondj! Tehát itt van az egyik gombunk, a Drive Mode, és itt van ez a gomb, a kockázászlós. Mondja el, legyen kedves Dönci úr, mit csinál a kockázászlósban. Ez rögtön N üzemmódba rakja az autót, a legkeményebbre változtatja a futóműbeállítást, a motorvezérlést is a legdirektebbre állítja. És mindent fölhúz. Gyakorlatilag mindent. És hogyha még egyszer megnyomjuk ezt a gombot, akkor van egy úgynevezett custom, azaz ilyen egyéni beállítási lehetőség. Ott pedig futómű, motor kipufogó hang, sok minden változtatható. De szeretnék nektek valamit megmutatni. Nem azt, hogy milyen rettenetesen tele van a csomagtér, hanem, hogy mennyire komolyan gondolták ezt a Hyundai-nál. Nézzétek azt a keresztmerevítőt ott. Ugye az autók többségében elől, a sportautóknál meg pláne, van egy torony merevítő, ami a karosszéria merevségét fokozza. És nézzétek meg, hogy itt annyira komolyan vették ezt a sztorit, hogy hátulra is betettek egy ilyen, mondjuk azt, hogy torony merevítő szerűséget, ami azért érdekes, mert ezzel a ledönthető ülések és az általa megszerezhető praktikumot gyakorlatilag feláldozták. Ez valahogy állítólag kiszedhető, de szerintem ember nincs, aki ezt kiszedi, de sokat elárul a gondolkodásmódról. Azt mondták, hogy nem kell a praktikum. Legyen ott egy toronymerevítő, mert úgy jobban kiadja. Ugye? Így van. Gyorsulási értékeket legyen kedves, ossza meg velem, Dönci úr. A alapverzió az 6,4 másodperc. Igen. Alatt gyorsul, ez pedig 6,1, tehát mindössze 3. 6,1. Nem arra van az autó kitalálva, hogy gyorsulási versenyeket nyerjen. Az N üzemmódot itt ezzel a kormányra szerelt kék gombbal is elő hívhatjuk. Vagy én ott azt az N gombot használtam. Nézd, ott szemben a műszerfalon. Ott, az érintőképernyőn. Ja igen, az pedig a... És akkor erre, várjál, mutassuk meg, erre kijön egy ilyen teljesen versenysportos feeling, ahol láthatod a turbonyomást, a nyomatékot, a teljesítményt, tudsz köridőt mérni, G-erőket mérni, és hogyha ott a custom-ot megnyomod, nyomd meg az autót, a custom, akkor pedig ilyen Need for Speed-szerűen, vagy ilyen szimulátor-szerűen egyébként tudod állítgatni, hogy milyen karakterek tartozzanak ehhez a beállításhoz. Szépen meg is magyarázza, hogy jobb áll az idő, vagy a sportpluszban gyorsabb. És így teljesen személyre tudod szabni. Azt néztem, hogy nem csak az erőátvitelt, hanem még a futóművet is tudod állítani. Kerékfelfüggesztést. Így. És így lesz gyakorlatilag ebből az autóból egy teljesen személyre szabott sportautód, ami szerintem búcsúkép, mutassuk meg, hogy durrog, röfög, ugyanis a kipufogója, az különösen izgalmasan hangolt. Dönci úr, megröfögteted? Én kiszállok.
és most az fog következni, megmutatom nektek. Érdekes módon azt olvastam mindenhol, hogy ebben az autóban nincsen hanggenerátor, tehát minden hang, ami kijön belőle, az a sajátja. Dönci, röfögjön egy kicsit. De jó vagy. És ez egy Hyundai. És ebben az autóban az a legszebb, kedves barátaim, hát ilyenkor azért az ember elmosődik, az a legszebb benne, hogy ennek az autónak gyakorlatilag nem volt előzménye, egyszer csak a Hyundai-tól kiérkezett a piacra, és azt mondták, itt vagyunk, megvagyunk, akinek van kedve, az versenyezzen velünk minőségben, 5 év garanciában, kilométerkorlát nélkül, teljesítményben és élményben. És ez a csomag innentől válik átkozottul erőssé, hogy az 5 év kilométer korlátozás nélküli garancia van rajta, és hogy megmutatom a stábot, gyere ide, gyere csak ide, te is, Gilberto is. Szóval az 5 év kilométer korlátozás nélküli garancia él rajta, és 8.750.000 ez mindent kapott. Ezek a jóképű fiatal emberek búcsúznak, a sámán visszateszi a kamerát az autóra. Köszönjük, hogy ma is itt voltatok. Végtelen hosszúságú lehetne ez, de nekünk még dolgoznunk kell. Úgyhogy még egy utolsó körbejárással búcsúzunk, Dönci! Köszi, jöttem, hogy ismételten följön. Ez a srác, az annyira fanatikus, hogy Szegedről följön egy ilyen sztoriért. Köszönjük, hogy ismét itt voltál velünk. Mi pedig folytatjuk az autós mozit a Hyundai i30N-nel. Sziasztok, köszi, hogy ma is itt voltatok. A sámán búcsúzik. Aloha!